A képviselőjének parancsoljon. Tisztelt Országgyűlés! Azért kértem szót, mert nem tartottam volna helyesnek, hogy a képviselői hozzászólása között csak egyetlen a javaslattal vitatkozó, annak a céljait kétségbe vonó hozzászólás hangozzék el. Két dologban azonban szeretném Turi Kovács Béla képviselő úr hozzászólását folytatni. Egyik, érdemes ezekről vitatkozni. Igen. Van arra mód, hogy ezt ne rendkívüli tárgyalásban vitassa meg az Országgyűlés, hanem egy komoly vitát folytasson, ezt én támogatom. Jogosnak tartom azt a kérdésföltevést is, amelyet mindig föltesszünk magunknak, amikor Magyarország katonai nemzetközi szerepvállalásáról van szó. A kérdés úgy hangzik, hogy van-e magyar érdek a Közel-Keleten, jelesül Dél-Libanonban? Szeretném az Országgyűlést tájékoztatni arról, hogy nem olyan régen egy nemzetközi közvéleménykutató intézet egész Európában megkérdezte a polgárokat, hogy mit tartanak Európa, tehát a saját életük szempontjából a legnagyobb biztonsági kockázatnak, és az európai lakosságnak mintegy 80%-a. Hát nem egy enyhe többség, egy nagyon jelentős többsége, nem Észak-Koreát, nem is Iránt, hanem a Közel-Keletet jelölte meg, mint egy olyan konfliktus gócot, amely Európa, tehát következésképpen az ő életük szempontjából is kockázatokkal jár. Úgy gondolom, tisztelt Országgyűlés, hogyha Európa egészen ezt így érzi, miért ne éreznénk ezt mi magyarok is eképpen? Valóban a Közel-Keleti konfliktus a nem olyan régen, hát a televízió előtt is követhettük a dél-libanoni konfliktus. Sokan úgy éreztük, hogy ez a mi mindennapunk biztonság étete szempontjából jelentőséggel van. Ebben a globalizált világban, amit lehet szeretni és lehet nem szeretni, sokan nem szeretik, én speciál szeretem, de tudjuk, hogy ezek a konfliktusgócok nem elszigeteltek egymástól. És hogyha egyetértünk abban, hogy Európa, ezen belül Magyarország és a mi életünk szempontjából fontos, hogy a Közel-Keleten a konfliktust meg lehessen oldani, vagy további konfliktusokat meg lehessen előzni, hogyha ebben a nemzetközi közösség részt vesz, már pedig ez történik, akkor Magyarországnak ebben érdemes részt vennie, hogy ezzel is kifejezzük, hogy részesei vagyunk, nem csak a nemzetközi világban a stabilitásnak és a békének, hanem azokban a konfliktusoknak a feloldásában is, amelyek ezt a békét fenyegetik. Tisztelt Országgyűlés, az európai, illetőleg a magyar szerepvállalás rendkívül fontos, és úgy vélem, hogy a kormány előterjesztését hallgatva senki nem állíthatja azt, hogy Magyarország erején túlmutató mértékben vesz részt az ENSZ dél-libanoni szerepvállalásában, de az, hogy szimbolikusan, ezzel megmutatva, hogy Magyarország nem csak a Kárpát-medencéért önmagában érez felelősséget, hanem a világ hát távolabbi területeiért is, amelyek még egyszer ránk is hatással lehetnek. Úgy érzem, hogy nagyon helyes, hogy Magyarország ebben részt vesz. Ez megfelel a magyar érdekeknek. Ezért én azt kérem a képviselőtársaimat, Turi Kovács Béla képviselőt kivéve, bár talán még őt is meggyőztem, hogy jó lelkiismerettel támogassák ezt az előterjesztést, mert ez megfelel a világ, ezen belül Magyarország és a mi érdekeinknek. Köszönöm szépen a figyelmüket!